You said the reason we couldn't score the goal. I think that this is our main problem. During the last during the beginning that we scored very difficult. We scored the goal. We create a lot. We played organized. I can't say nothing. Even today they have one chance and they scored the goal. This is our problem. Always and repeating during the last period that we played and controlled the game and created several chances, missed the chances, need the lack of quality with the last finish of shooting, and consider the goal from some situation I cannot explain. And that's our problem, and it's not easy to explain it, but that's our problem. Tökéletesen elhangzott az oka, hogy miért nem voltunk képesek ezt az előnyt érvényesíteni, egyszerűen azért, mert nem tudtunk ma sem gólt lőni, és ez a legfőbb problémánk, gyakorlatilag a szezon elejétől kezdve ezzel küzdünk, hogy helyzeteket dolgozunk ki, hogy szervezettel játszunk, ma is elmondhatom ezt, és mégis az ellenfelünk lehet, hogy csak egyetlen egy kapura tartó lövése van, abból gólt szerez, és ez a fajta szituáció ismétlődik újra és újra, hogy hiába a mezőnyfölény, hiába a kialakított sok helyzet, egyszerűen ezek kimaradnak, mindig az az utolsó passz, az az utolsó sikeres mozdulat hiányzik, aztán valami számomra megmagyarázhatatlan helyzetből gólokat kapunk, ez a fő problémánk, és ezzel nem tudunk egyelőre mit kezdeni. Büszke vagyok a fiúkra, hiszen ez látszik, hogy mennyit fejlődött a klub és a játékosok, hogy most már van erőnk, van mentális erőnk ahhoz, hogy egy ilyen nehéz mérkőzést, ami lélektanilag is nehéz volt, hiszen a kiállítás után játékrendszert váltottunk, és próbáltuk lezárni a területeket. És azt hozta meg az eredményt, hogy ilyen egységes, csupaszívű gyerekeink vannak.